Néhány éve még egzotikumnak számított, ha találkoztunk velük. Ma azonban a drónok már a spájzban vannak. Van, aki kikapcsolódásként repül velük, mások munkaeszközökként használják őket nap mint nap. Mint minden nagy horderejű technológiai újdonsággal, a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatban is számos tévhit terjedt el. Gyertek, beszélgessünk egyet a drónokról, és tüntessünk el néhány banánhéjat az útból. Nem árt, ha jó barátságot ápoltok az okos eszközökkel és a rajtuk futó alkalmazásokkal, de ennél, illetve némi kézügyességnél, elővigyázatosságnál, összpontosításnál nem követel többet a kézireptetés. Sőt, a gyakorlatban több olyan biztonsági és kényelmi funkció segíti a távpilótát, mint például az automatikus hazatérés vagy az akadályészlelés, amely segíthet abban, hogy elkerülhessük a baleseteket. Ráadásul még egy mezőgazdasági adatgyűjtő repüléshez szükséges terv elkészítése sem atomfizika. A drónok használata, higgyétek el, minden életkorban elsajátítható. Ugyanakkor, ha a kézirányításról van szó, és a kontroller ott van a kezetekben, legalábbis az elején a videójátékosok kétségkívül előnyben lesznek. A hatályos jogszabályok alapján a 250 g maximális felszálló tömeget el nem érő, kamerával rendelkező drónok megkövetelik ugyan a hatósági regisztrációt, viszont nem szükséges hozzájuk drónos képzettség vagy jogosítvány, illetve felelősségbiztosítás sem. Ez utóbbi akkor nélkülözhető, ha a reptetés szabadidős célú, azaz nem használjátok üzleti vagy kereskedelmi célra az eszközt. Ezek az apró, gyakran mindössze tenyérnyi drónok már alkalmasak lehetnek például arra, hogy figyelemmel kísérjétek egy mezőgazdasági tábla állapotát. Azonban, ha drónos permetezésben, kiuttatásban, légi növényvédelemben gondolkodtok, amit drónnal végeztek, több lépcsős elméleti tanfolyamokra, gyakorlati képzésekre és vizsgákra kell felkészülnötök. Az egyszerű, de remekül használható nagy felbontású RGB kamerákon túl a drónok képesek változatos feladatok megoldására fejlesztett eszközöket hordozni. A mezőgazdasági drónok esetében ilyenek a multispektrális kamerák, vagy például a hőkamerák, amik a növények állapotának felmérésében, vagy az öntözési igények megállapításában lehetnek a segítségünkre, vagy akár a granulátum formájú műtrágya, vetőmag vagy takarmány kijuttatására használható szóróberendezések, amelyeket a masszív kijuttató drónok képesek a levegőbe emelni. Ez a mítosz kissé ellentmond az előzőnek, hiszen ha pusztán fényképezésről lenne szó, vélhetően nem lenne olyan nehéz dolgunk, amikor az elkészült képeket böngészük, nem? A helyzet az, hogy az okostelefonjainkkal készített felvételekhez hasonló, valós színű fényképekből valóban lehetséges már ránézésre is hasznos információt kinyerni. A drónok különleges kameráival gyűjtött adatok feldolgozása ennél összetettebb feladat, amihez azonban számos célirányosan fejlesztett professzionális szoftver áll a rendelkezésünkre. A gyártók akár éves időtávban is ingyenesen használható, felhasználóbarát szoftveres megoldásokat biztosítanak a mélyebb adatelemzéshez. Ezeknél a megoldásoknál ráadásul biztosak lehetünk abban, hogy a drón és a gyűjtött adat teljes mértékben kompatibilis lesz a használt szoftverrel. Az elmúlt évtizedek a technológiai eszközök árának trendszerű csökkenését hozták. Ma már kiváló árértékarányú számítógépek, fényképezőgépek, telefonok vagy akár drónok közül válogathatunk. A specializált, ipari felhasználásra szánt eszközökkel, például hőkamerával, vagy lidar-szkennerrel, vagy egy permetező rendszerrel felszerelt modellek árai természetesen magasabbak a hobbi célra használt eszközökénél. Ugyanakkor jó hír, hogy például a mezőgazdasági táblák állapotának nyomonkövetését már egy rendkívül kicsi és egyszerű RGB kamerával szerelt drón is képes hasznosan támogatni. A drónok bevetésének kétségkívül vannak időjárási feltételei, de a korszerű eszközöket úgy tervezik, hogy akár kis felszálló tömeg mellett is képesek legyenek mozgásukkal hatékonyan kompenzálni például a szélmozgást. Néhány mezőgazdasági modell, például a robosztus kijuttató drónok ezen kívül por és vízálló burkolattal rendelkeznek. Talán az a legjobb az egészben, hogy a drónok akkor is képesek munkavégzésre, amikor a tábla erős munkagépek számára nem járható, például a kiadós eső után, amikor felázik a talaj. Ráadásul repülve még csak taposni sem taposunk, ez sem egy utolsó szempont. Szerencsére nem veszik el, hiszen a drónok olyan eszközök, amelyek képességeit, például hogy képesek nagy területek gyors felmérésére, az emberi munkavégzés támogatására tervezték, nem pedig a kiváltására. A drónok irányítása, az adatgyűjtés megtervezése, illetve a gyűjtött adatok feldolgozása, értelmezése mind-mind emberi jelenlétet, döntéseket és munkát igényel. Ráadásul az új technológiák új munkahelyeket is létrehozhatnak. Pilótákra, szervizmérnökökre, szerelőkre vagy éppen szoftverfejlesztőkre egészen biztosan szükségünk lesz ahhoz, hogy maximálisan kiaknázhassuk a drón technológia kínálta lehetőséget a jövőben is.
Ezen kívül a drónok izgalmas eszközökként arra is alkalmasak lehetnek, hogy fiatalokat csábítsanak a jelenleg munkaerőhiánnyal küzdő agrárium világába. Mert lássuk be, egy ehhez hasonló madarat ki ne tartana vagánynak. Eddig a lista, remélem találtatok érdekes információkat a mai felvezető epizódban. Számos további drónokkal kapcsolatos tudnivalóról, érdekességről beszélgetünk majd az Axiál Drónos Podcast sorozatának következő részeiben. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, kísérjétek figyelemmel a közösségi média felületeinket, mert hamarosan friss tartalommal jelentkezünk. Bízom benne, hogy akkor is velünk tartotok majd. Sziasztok!